Idén már második alkalommal kerül megrendezésre a Babar projekt, aminek a főszervezői itt vannak a... Igen, ez így értelmes volt, aminek a főszervezői itt vannak velünk a stúdióban. Sziasztok! Landeszmann Dani és Jakab Krisztián. Üdvözlöm benneteket! Sziasztok! Két nagyon fiatal főszervező itt velünk szemben. Meséljetek a kezdetekről, hogyan jut eszébe két 21-22 éves fiatalnak, hogy na akkor most csinálunk egy zenei fesztivált. És egy akkor saját zenei fesztivált, ami egyébként innen ugye már második alkalommal lesz megrendezve, úgyhogy azért ez nem kis dolog. Igen, igen. Mi tulajdonképpen egy nagy szabadtéri házi bulit szerettünk volna szervezni a barátainknak. Hol sikerült. És megpróbáltuk azokat a zenei stílusokat, műfajokat összefoglalni, amiket szeretnek, meg szeretünk, és ezt végig gondolva nem fér volna bele egy napba, egy éjszakába ez az egész. Meg egy házba. Igen, úgyhogy ezért szabadtéren több napon keresztül zajlott, és hát tulajdonképpen innen jött, hogy akkor ez egy fesztivál már-már. És mik ezek a zenei stílusok, amik itt találkoznak, úgy éreztétek, gondolom, hogy akkor ebből hiány van fesztivál piacon. Igen. Hát inkább abból van hiány, hogy ez mind egy helyen szólaljon meg. Tehát, hogy például egy Fran Palermo után, ami inkább ez az indie, meg alternatív rock, utána rögtön ugyanazon a színpadon megszólaljon egy goa, egy psytrance. De amúgy ezen kívül dark psy, techno, meg mi van még? Igazából nagyon sok, tehát ezeken a műfajokon belül nagyon eltérő és nagyon szerteágazó a zenei választék. Tehát a breakbeat-től kezdve a house-ig, ambient, tényleg a nagyon durvább kísérleti, pszichedelikus transzenék, technónak mindenféle válfaja megszólal nálunk. Hogyha most eltekintünk a stílusvilágtól, és globálisan tekintünk a fesztiválokra, mitől más a ti fesztiválotok, a ti projektetek, mint egy kvázi hagyományos fesztivál? Napközben nagyon nagy hangsúlyt fektetünk a workshopokra. Tehát ebből amúgy nagyon sok és nagyon... Hát ez is ugyanúgy szertágazó, mint a fesztiválon minden. Úgyhogy van például Kovács Workshop, Kovács műhely, ott lehet kovácsolni, ami amúgy egyben egy táncház is. És ezeken kívül van jóga, lehet jógázni, van... Vágány, bocsánat. Jelentem a kép, hogy kovácsoltok és táncoltok. Kovács Workshop és tánc egyben? Hát csak nem egyben, de hogy a helyszín az ugyanaz. Én is a fiúkat tolként ilyen kalapácsot készítenek, lányok meg tolják a dance. Jó, persze viccelünk. Hát amúgy az is lehetne. De valami ilyen szabad dolog. Igen, elég szabad. Igen, gondolom az elv és a célok, meg az a tudat, ami bennetek van, az ez a szabad elv. Ami... Egyrészt a szabad elv, másrészt a kapcsolatteremtés, tehát tulajdonképpen a barátságkötés. Az, hogy azok az emberek, akik esetleg introvertáltabbak, nehezebben barátkoznak, azok eljönnek ide, és mi nagyon nagy hangsúlyt fektetünk a kedvességre, a befogadásra, az elfogadásra. Ezért is van egy csomó nyitott beszélgetés, előadások, ugye a workshopok és a nappali programokkal próbálunk meg arra odafigyelni, hogy így barátságok kovácsolódjanak. De ezt tök jó hallani egyébként, hogy nem feltétlenül úgy kell elképzelni a fesztivált, hogy egész éjszaka megy a veretés és csak a veretés, hanem azért egy intelligensen felépített, sok téren adó fesztiválról igen, beszélünk. Például milyen beszélgetések lesznek? Lesz ugye egy jogáról való előadás, és utána ennek a megvitatása. Lesz a mai generációnak ugye a digitális világban való ismerkedéséről szó. Lesz a környezettudatosságról és a környezetvédelemről is szó. Kicsit beszéljünk még a fellépőkről, kik lesznek a fellépő DJ-k, milyen line-upra lehet számítani. Hát zenekarok közül szerencsére elég jókat szedtünk össze, vagy hát mi úgy gondoljuk. A Fran Palermo, ők a egyik legnagyobb headliner. Harry Gonzolt azért én el tudom képzelni nálatok. Igen. Főleg a nagy színpadon, ami úgy néz ki, mint Nevada, tehát ott a környezetelék király. Igen, ahol ők fellépnek majd. Operencia, ők nagyon ebbe a pszichedelikus világban vannak benne. Dobkalipszó, ők is jönnek. Ezek mind jó zenekarok, ezek tök jó nevek. Mi a helyszín? Helyszín az Somogy, Babod. Ott van egy offroad pálya, már ott rendezik, nem tudom, több mint 30 éve az offroad fesztivált. Ez Balatonlellétől kocsival 10-15 perc. És egy gyors utolsó kérdés, miért Babara nevetek? Én ezt szeretném tudni, mert a kis elefánt jut eszembe, de gondolom nem azért. Nem azért. Nagyon jó hangutánzó szó ugye Somogy Babodra, és tulajdonképpen hirtelen szerettünk volna találni egy nevet.
és hirtelen jött. Nekem fogadásom lett volna rá, hogy nem fogtok erre válaszolni. Igen, és azt hittem, hogy sikerült. Sikert nektek akkor ehhez a fesztiválhoz, meg a jövőben is a további fejlesztéshez, fejlődéshez és a további építkezéshez. Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést. Köszönjük.